Ifjú tudósok versenyeztek a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskolában rendezett kistérségi fizika versenyen. Az idei megmérettetésen 12-3 fős csapat mutatta be saját kísérleteit. A fizika törvényein alapuló bemutatókat kreatív módon, frappáns magyarázatokkal körítve adták elő a résztvevők egymásnak. Minden gyerek kiskorában nagyon szeret kísérletezni játszani, és később valahogy ezt kiveszed belőle, ezért mi a száraz példák helyett a hangsúlyt a kísérletezésre, a játékra helyeztük. Ezért lett a mottónk, hogy nem csak Harry Potter lehet varázslóinas, hiszen minden gyerek így fogja fel a dolgot, hogy ez egy nagyon jó buli. Reméljük, hogy ezzel tényleg megszeretik. Teller Ede szavaival élve, a fizika nagyszerű, mert egyszerű. Ezért a verseny része volt az is, hogy a gyerekek hétköznapi tárgyakat használjanak kísérleteikben. Így akadt például olyan is, aki fésű elektroszkópot készített. Nagyon egyszerű eszközökből, mint például fésű vagy cellofán, be lehet mutatni elektromos mezőre vonatkozó érdekes kísérleteket is. A csapatokat háromtagú szakmai zsűri értékelte. Az első három helyezett tárgyi ajándékban és könyvutalványban részesült. Emellett külön díjat kapott a legeredetibb ötletet bemutató csapat, illetve megválasztották a versenyzők versenyzőjét is. Az idei vetélkedő győztese a Noszvai Figedi János Általános Iskola csapata lett, akik többek között egy saját készítési italautomatát is bemutattak.